20 éves voltam, amikor megalapítottam a Purcell kórust. 1990. május 1-én adtuk az első hangversenyünket, úgyhogy napra egyidősek vagyunk az első szabadon választott magyar parlamentre, ez egy érdekes egybeesés. Egy évvel később megalapítottam az Orfeó zenekart. Én akkor a Zeneakadémiának másod-harmadéves hallgatója voltam. Az általános iskola indított el a zenei úton, nagyon magas színvonalú általános iskola volt, nem csak zeneileg, hanem közismereti tárgyakban is. Tulajdonképpen a legszebb illusztrációja a Kodály Zoltánének zenei általános iskola annak a Kodályi elvnek, sőt, hát Kodálynál sokkal régebbi elvnek, hogy a művészeti nevelés és azon belül a zenei nevelésnek milyen nagy szerepe van egyáltalán az intellektus és a személyiség kibontakozásában. Piarista gimnázium 4 éve mellett, amely szintén egy nagyszerű iskola volt, azzal párhuzamosan folytattam a zenei tanulmányaimat, akkor döntöttem el, hogy zenész leszek. 16 éves korom körül Johann Sebastian Bach és a Máté Patsió hatására. 88 őszén úgy léptem be a Zeneakadémia kapuján első nap, mint hallgató, hogy én valami ilyen fajta dologgal szeretnék foglalkozni, és ehhez látsz, előbb-utóbb kiderült, hogy létre kell hozni egy kórust, létre kell hozni egy zenekart, azért, hogy azt a repertoárt, amelyet Magyarországon egyáltalán nem ismernek, nem játszanak, vagy esetleg lehetne még változtatni azon, hogy hogyan játszunk. Ezt megismertethessük a magyar közönséggel, és ennek a célnak az elérésére fordítottuk az elmúlt negyed századot. Tulajdonképpen 3 iránya van a tevékenységünknek művészileg. Az egyik az, hogy Magyarországon megismertessük azt a repertoárt, amelyet játszanak, de esetleg már nem abban a szemléletben, ahogy ami abból a korból, amelyben a művek születtek, természetes lenne az előadás szempontjából. Ez az úgynevezett historikus megközelítés. Ennek jegyében, ha jól tudom, mi adtuk elő először teljes egészében Bach, Máté Patsió, hát korabeli hangszereken Magyarországon, Mozart requiemjét, tehát az alaprepertoárnak a csodálatos nagy műveit, picit más szemmel mutatjuk meg a magyar közönségnek. A másik tevékenységünk az, hogy nagyon-nagyon sok fontos mű van, amely nem hangzott el még Magyarországon. Több száz ilyen mű, ezeket nevezzük mi magyarországi bemutatónak jobb kifejezés hiány. Ezeket mi adjuk itthon elő, adtuk elő először. És a harmadik része a tevékenységünknek, ami az egész világon tulajdonképpen egy érdekesség, és a lemezfelvételeink, a nemzetközi lemezfelvételeink leginkább ebbe az irányba mutatnak. Olyan műveket játszunk, amelyek 200-300 év óta sehol a világon nem hangzottak el. Tulajdonképpen hajlok arra, hogy azt mondjam, hogy az európai zenetörténetben a véletlenen múlik az, hogy ma kit ismerünk a múlt legnagyobbjai közül, és kit felejtettünk el teljes egészében. Nagyon fontos misszió, azt hiszem, hogy minél többet felszíne kell hoznunk az elfeledett kincsek közül. Egészen rendkívüli mennyiségű, csodálatos remek mű vár arra, hogy 200-300 év után újra megszólalhassunk.